Itthon egy révfülöpi büfé lángosa lett az idei év balatoni lángosa a Nébih vizsgálata szerint. A tulajdonos azt mondta, hogy egy váratlan ellenőrzést kaptak, amely mindenre kiterjedt, csak nem negyed százada sütik ugyanazon a helyen a lángost, szerinte ez is hozzájárult ahhoz, hogy alaposan begyakorolták már a technológiát. A második helyen egy zamárdi, a harmadikon pedig egy balaton szárszói lángosozó végzett. Nagyon szigorú és mindenre részletes, mindenre kitérő vizsgálat volt. A révfülöpi révbüfé vezetője azt mondta, hogy úgy érkeztek az ellenőrök, hogy nem jelezték előre. Órákon keresztül ellenőrizték a helyet, mindent rendben találtak. Ráadásul a vizsgálat eredménye az lett, hogy a Balatonon itt készül a legfinomabb lángos. A vezető szerint ehhez gyakorlat kell, és persze a legfontosabb a jó tészta készítése. Nagyon nagy odafigyelést igényel a kelesztés, az, hogy mennyi idő alatt kell tulajdonképpen a sima lisztből lángost előállítanunk, tulajdonképpen kétszer szinte ugyanazt a receptúrával nem állítjuk elő, mert mindig effektív más vízmennyiséget vesz fel a liszt. Alig egy napja tette közzé a Nébih, hogy mi lett a vizsgálat eredménye, de gyorsan híre ment a révfülöpi büfének. Éppen ma vagyunk egy kétnapos kerékpáros körön a tanítványaimmal, és tegnap hallottuk a hírekben, hogy itt van a Balaton legjobb lángosa, akkor azt mondtuk, hogy ez kihagyhatatlan. A révfülöpi büfé 24 éve ugyanazon a helyen várja a vásárlókat, talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy itt tényleg tudják, hogy miként kell jó lángost készíteni.